Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt, ezen a képen megjelenik itt egy szív. Itt szeretetről vagy szerelemről van szó. Itt a bagoly madarak jelentik az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de utalnak bölcsességre is. Ő szeret téged, de nagyon diplomatikus, néha olyan visszahúzódó, álmodozó, és nem beszél mindig nyitottan az érzelmekről, lehet, hogy arra vár, hogy te közöld azt, hogy elismered őt, feltekintesz rá, hogy szereted őt. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ő nagyon magabiztos, hiszen megvan ez a fellépése, sőt, ez a kép utal a jó módra is, hogy ő érzi azt, hogy lesz nyeremény, lesz bevétel, megvan a belső nyugalom, a harmónia, itt a hajó jelenti a reményt, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Mit fog tenni? Itt a kereszt jelenti a hitet, hisz benned, hisz ebben a szerelemben. Az is lehet, hogy ő tudja, vagy közli veled, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat, egy lelki út, és itt a kereszt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött, és újra kereszteződni fog. Ez a kereszt jelentheti a döntéseket is, hogy vagy te, vagy ő, vagy mindketten, elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a döntés eltarthat tavaszig, jelentik a virágok. Persze a virágoknak más jelentése is van, mint például a te szépséged, vagy egy szép környezet, vagy egy kreatív tevékenység, egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék útban van hozzád. És mi fűz össze benneteket? Itt látható, hogy megvan nála ez az elképzelés, hogy te közeledsz hozzá, ha te egy hölgy vagy. A kép jelenti a mozgást, a változásokat is. Valami változik, lesz egy új irány. Mint említettem, ez eltarthat tavaszig, de akkor lesz egy közös életút, vagy tervez veled egy utazást. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!